Kedves ballagók! Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a rendkívüli ballagáson. Az elmúlt 70 évben senkinek sem kellett megélnie azt, amit idén nektek, hogy tudnélék a hagyományos ballagás elmarad, így az iskola közössége nem tud tőletek a megszokott módon búcsúzni, és ti sem tudtok elbúcsúzni, nem tudjátok a szokásos gesztusokkal, szimbólumokkal, ünnepélyes keretek között lezárni életetek ezen szakaszát. Csak sejthetjük, milyen érzés ez nektek. Próbálunk mellettetek állni ebben a helyzetben, amikor minden bizonytalan, nektek mégis most kell érettségi vizsgán bizonyítani. Minden tanár kollégám nevében ígérem nektek, hogy a lehető legnagyobb együttérzéssel leszünk mellettetek a következő hetekben. Ez a rendkívüli helyzet is megmutatja, mennyire törékenyek az ember elképzelései és tervei a jövőről. Az, aki most magabiztosan állítja, hogy tudja, mit hoz számára a jövő, az vagy tájékozatlan, vagy nagyképű. Az iskolában a tanárok sokszor határozottan képviselnek álláspontokat és nézeteket, mert ezzel tudják segíteni a világ sokszínűségében eligazodást kereső diákokat, de belül a tanárok többsége tisztában van azzal, hogy nincs birtokunkban a tudás teljessége, az igazság. Első társait Karazanci Szent József az igazság munkatársainak nevezte. Pontosan látta, hogy az igazságnak csak Isten van a birtokában. Aki magát az igazság birtokosának mondja, az Istennel teszi magát egyenrangúvá, és így nevetség tárgyává mások előtt. Az ember csak alázatosan törekedhet arra, hogy erőfeszítései révén minél több föltáruljon ebből a szépséges isteni igazságból számára. A piarista iskolában szerettük volna átadni nektek ezt a két dolgot. A vágyat, hogy egész életetekben kutassátok önmagatokban és a világban az igazságot, valamint az alázatot, hogy mindig tisztán lássátok, hogy ez a folyamat életünk végéig tart. Biztosan elkövettünk jó néhány hibát e törekvésünkben, ezért bocsánatot kérünk tőletek. Kérjük, hogy inkább a jót vigyétek magatokkal, amit megtapasztaltatok. Az embernek nem egyedül kell keresnie az igazságot, hanem együttműködve másokkal. Közösségi lények vagyunk, megosztjuk másokkal életünket, egymásnak támaszt és erőt nyújtunk. Feltett szándékunk volt, hogy veletek is megtapasztaltassuk a közösségi élet szépségét és erejét, mert szilárd meggyőződésünk, hogy összefogás és együttműködés nélkül semmire sem jutunk. Azt kívánom nektek ballagásatok napján, illetve amikor ez az üzenet eljut hozzátok, hogy mindig nyitott szívvel és alázatosan keressétek az igazságot, és ehhez mindig találjatok együttműködő társakat. A gondviselő Isten szeretetében és Karazanci Szent József oltalmában éljétek életeteket, Isten veletek! Szeretett végzős diákjaink! Az elmúlt napokban sokat gondoltam a novemberi szép ünnepünkre, azokra az estékre, amelyeken szalagot tűztek osztályfőnökeitek
a zakótok gombjukába és blúzaitokra. Előttem vagytok a szép ruháitokban, hallom az osztályénekek hangjait, a különleges keringők szép dallamait. Látom a szemeteket, amiben az ünnep ragyogása csillogott. Emlékszem az ások szellemes kahut tesztjére, a cések szomorú vasárnap parafrázisára. És hallom Aradi tanár úr szavait, aki azt kérdezte többször is, ha az életed egy könyv volna, és te lennél a szerzője, te hogyan folytatnád? Abban biztos vagyok, hogy ha a könyveteket magatok írnátok egyedül, biztosan nem így írtátok volna, mint ahogy az elmúlt hetek eseményei bekövetkeztek. De biztos vagyok benne, hogy helytáltatok, és helytáltok majd az érettségén is. Sokféle szomorúságotok ellenére legyetek derűsek ma. Ebben a történelmi helyzetben is veletek van az Úristen, hiszen ő az életetek könyvének társszerzője. És biztos vagyok abban is, hogy ebben a helyzetben megmutatkozik a lelki erőtök, az iskolához és az egymáshoz tartozásatok is. 5 és 8 év fejeződik ma be így. De szeretnénk majd a tanévkezdéskor méltó búcsút venni tőletek. Lesz hosszú csengő, végig tudtok majd ballagni évszázados szokás szerint az iskola folyosóin, de most hétfőn várnak titeket az érettségik. Szeretettel és féltő gondoskodással várunk titeket mi is. Bár nem ballagási beszéd ez a mostani üzenetem, és nem kerül a tarisznyába most semmi, ami útra való szimbolikusan helyet szokott kapni benne, valamit mégis szeretnék nektek ajándékba adni. A virtuális tarisznyátokba én most csak azt tudom adni nektek, ami itthon van. Két kis ajándékot kaptok, fogadjátok szeretettel. Egy reneszánsz olasz ismeretlen zeneszerző Furuja trióját, egy kedves tavaszi dalt. És fogadjátok el tőlünk képekben azt, ami sok-sok éve a tiétek. És mindig az is marad. De mostantól máshogy a tiétek. Az iskolátok, a Váci PR képeivel búcsúzunk. Minden örömteli és nehéz emlékével, érlelő impulzusával, olykor fájó, terelgető szigorával, de mindig szeretetével. Kedves végzőseink, Isten áldjon benneteket!